A mérkőzés előtt a Nyíregyháza a harmadik, a Békés Csaba a második helyen állt a tabellán, de nem csak ezért ígérkezett rangadónak a jövő hétvégi kupadöntő két részevőinek összecsapása. A házigazda a hétfői meccsig 3-ból 3-szor legyőzte a Békés Csabát, amely jól kezdte a találkozót. A Nyíregyháza a játszma hajrájában fordított, és 23-ra meg is nyerte az első szettet. A második felvonás is végig szoros volt, de a vendégek ismét csak 23 pontig jutottak. A harmadik játszmában mindössze 11 pontot engedélyezett ellenfelének Hollósi László együttese, ami így a vártnál simábban 3-0-ra nyert a rangadót. Én örülök azért, hogy végre most már nem 5 játszmás mérkőzés volt, hiszen ez mindig azért egy hátsó fali infarktus az edző számára. Nagyon örülök ennek a győzelemnek, és elsődlegesen azért, hogy tényleg sikerült stabilan játszani, tehát én úgy gondolom, hogy az egész mérkőzésnek az volt az alapja, hogy az első játszma úgy kétharmadától eltekintve sikerült stabilizálni a fogadásunkat, illetve sikerült az ő nyitásfogadásukat a szerváinkkal lerombolni. Úgyhogy ez mindenképp egy szép dolog. Az, hogy 4-szer megvertük a Békés Csabát, én úgy gondolom, hogy megsüvegelendő. De hát ez még tegnap ez egy szép siker volt, de mától már a következő előfelmérőre kell koncentrálni. A következő erőfelmérő a listavezető Vasas Óbuda elleni szombati idegenbeli mérkőzés lesz a nyíregyháziak számára. A tegnapi mérkőzés azért volt fontos, mert így még matematikailag, vagy talán még egy picit több is tudtunk esélyt teremteni magunknak, hogy akár még a Vasast is elkaphassuk. De nyilván nem egy egyszerű dolog ez. Nem véletlen, hogy a Vasas a listavezető, ők is nagyon stabilan játszanak. De hát legyünk egy kicsit telhetetlenek most, és úgy menjünk föl a Folyondár utcába, hogy mikor, ha most nem. Úgyhogy mindenképp én azt szeretném a lányokba súlykolni egész héten, hogy ezeket a lelki tölteteket, amiket kaptunk most a Békés Csabai meccsből, használjuk föl a következő Vasas elleni mérkőzésre is, és adjuk meg magunknak a szanszot, hogy hát ha el tudjuk kapni a Vasast is végre valahára. Az Extraliga tabelláját a 40 pontos Vasas Óbuda vezeti a 34 pontos Fátum Nyíregyháza és a 33 pontos Békés Csaba előtt.